Sziasztok! Képzeljétek el, sikerült megoldanom a beállítási problémáimat a kormányommal. Tök véletlenül akadtam rá egy YouTube videóra, ami baromira nem magyar volt, de azért hát angol, érthető. Meg is fogom nektek ezt mutatni, esetleg, hogyha valaki hasonló problémával küzd, vagy bármi ilyesmi van. Ugye nekem az volt a problémám a kormányommal, hogy ugye elfordítottam egy bizonyos fordulatig, és akkor onnan kiakadt, és akkor hirtelen nekiállt a tekerni a kormány jobbra vagy balra. Mutatom a játékban is. Ezt most ugye meglepő módon sikerült küszöbölnöm. Az eső már nem esik. Hála jó égnek. Tök jó dolog. Tehát, hogyha látjátok, és mit tudom, hogy körülbelül eddig elfordítottam, és akkor onnantól kezdve neki át pörögni saját maga a kormány. De most nem tezi. Most ahogy forgatom a kormányt, úgy forog a játékban is. De az érzékenységnek a beállítása, hát azt ahogy mindenki saját maga gondolja. De ugye, hát ez így Isten király. Nagyon jó. Lényeg. A beállítások között van egy olyan úgy irányítás. Ugye most nekem ez konkrétan így van beállítva, az erő visszacsatolás, ez ki van kapcsolva, ugye ez végeredményben a force feedbacket szolgálja. Nekem a kormányom nem tud force feedbacket. Nem is hiányzik annyira, de teljesen jó az így. A billentyűzeteknél, hogyha beléptek, ott van olyan, hogy ugye gázfék, ugye az egyértelmű pedálról, kormányzás balra-jobbra. Itt ugye én beszoktam állítani, hogy jobbra-balra, és akkor ugye forgatom a kormányt, meg minden. Ezt ne állítsátok be, mert attól jön az a probléma, ami nekem előjött. Hogy forgatom egy bizonyos szögig a kormányt, és onnantól kezdve egy ilyen hirtelen mozdulatra vált át. Meg is tudom egyébként mutatni, tehát ez arra, jobbra. És akkor visszamegyünk a játékba, és megmutatom a kamionban. Most mit tudom én, idáig elforgatom, addig nincs semmi probléma, látod? És most innen automatikusan fordul. Ez ugye nem igazán vágom, hogy miért van, de sajnos ez így van. És hogyha ezt viszont kiveszitek, itt tudom én, melyik az balra, akkor nyomunk egy balt, jobbra, jobb, így, és visszaállítjuk, akkor ez a dolog teljesen megszünteti a problémát. Ugye a non-lineáris értékkel lehet állítani, hogy hogyan, miképp, merre, meddig működjön a dolog, de ez, gyerekek, mióta killódok én ezzel, szörnyű, komolyan mondom. Az előző videókhoz képest lehet, hogy fel fog tűnni, full grafikán megy a játék. Meg tudom mutatni ezt is. Kicsit változtattunk a dolgokban. Ami magas, az magas, közepes. Ez mi az a tükör látó távolsága? Hát, mondjuk ez is még lehet magas. De egyébként jó rész, ugye ami ultrán megy, az ultrán van, meg minden. Tehát vettem egy asztali gépet közben, már nem laptopról játszok, hanem vettem egy... Megvan még a program laptopon is, de már nem arról nyomom. Vettem egy asztali gépet, ugye a monitorom, az egy Samsung Evelt QLED gaming monitor, egy IPS monitor. Majd meglátom, hogy a videó mennyire fogja visszaadni, de erősebb proci, erősebb videókártya, több RAM, Isten igazából majd fogjátok látni. Most valószínűleg tartom egyébként, hogy miközben rögzítem a videót, nem is fog belagolni, legalábbis remélem. Százszor neked a vége, így tudjátok megoldani ezt a problémát.
hogy normálisan úgy kanyarodjon meg, oda kanyarodjon a kamion, ahova ti akarjátok. Ez egyébként én úgy tudom, hogy bármilyen kormányon működik. Én egy Hori Racing Wheel Overdrive-ot használok, ami jó ugye az Xboxhoz is, meg számítógéphez is, tehát Windowshoz is. Nekem teljesen bevált ez a kormány, és ez konkrétan az elérhető árkategória a pártinak számára. 30-40 ezer forint között mozog ez a kormány. Teljesen jó, amire nekünk kell, meg amire nekem kell, Isten igazából. Remélem tudtam nektek segíteni. Nézzétek a videókat, esetleg, hogyha gondoljátok, dugjatok egy like-ot, örülnék neki. Sziasztok!